Az Aliszka és az Allende utcák közötti Füves Közpark az egyik terület, ahol a Szabó-Dezső utcába tervezett orvosi rendelőt meg lehetne építeni az Éljen Szexárd frakció tagjai szerint. Ács Rezső, a város polgármestere kedden tartott sajtótájékoztatót a helyszínen. A területet előtt a város főépítésze is megvizsgálta. Szerinte a mostani tervek alapján a rendelkezésre álló pénzből nem lehetne az orvosi rendelőt itt megépíteni. Az Aliszka és a Zajende között egy jelentős közmű fekszik a talajban, amit ugye ki kéne váltani, védőtávolságot betartani, illetve jelentős mértékű útépítéssel is járna, és jelentős mértékű szintkülönbség is van. Az, hogy akadálymentes legyen nem csak az épületen belül, hanem akkor megközelíthetősége is, ez jelentős mértékben megnehezíti a lehetséges beruházás megvalósítását. Ezek összesen több 10 millió forinttal növelnék a rendelő építésének költségeit. A városi főépítés szerint hasonló helyzet az Éljen Szexárd tagjai által javasolt másik helyszínnel is, a Május 1 utcában. Ott is építési területté kell minősítetni a közparkot, majd új terveket készítetni, és az egész engedélyeztetési folyamatot előről kezdeni. Ez akár évekig is tarthat, ráadásul ott járdát is kellene építeni, ami szintén jelentősen növelni a költségeket, és ugyanúgy egy parkban épülne, vagyis sérülne a zöld felület. Ács Rezső szerint ezek átgondolatlan javaslatok. Bármelyik megoldást is választja a város, mindenféleképpen a területet rá kell minősíteni, épületet rá kell tervezni, tehát jelentős mértékben megnő az időszükséglete ennek a projektnek, és hát a költségek is jelentős mértékben nőnek. A terepbejáráson az Éjjel Szexárd frakció több képviselője is részt vett, és felmerült egy újabb helyszín is. Zaják Rita szerint az önkormányzatnak egy Dobó utcai családi házat kellene megvennie és átalakítani rendelővé. Azt még nem tudják, hogy a Dobó utcában támogatnák-e a helyiek, hogy rendelő épüljön. Hirtelen jött ötlet volt, ott még nem kérdeztük meg, az egy kis utca, egyébként néhány ház van az utcában, itt egy rövid utca, meg fogjuk kérdezni, hogyha erre sor kerül, most addig nem látom értelmét, amíg a forrás erre nem tud előteremtődni. Ács Rezső szerint vélhetően ez a javaslat is több 10 milliós pluszköltséget jelent. Az új helyszínek keresésének lehetősége akkor merült föl, amikor Ács Rezső Szexárd polgármestere Bomba Gáborral és Zaják Ritával, az Éljen Szexárd önkormányzati képviselőivel egyeztetett múlt héten, miután lakossági tiltakozás miatt a polgármester ideiglenesen felfüggesztette az építkezést az eredeti helyszínen, a Szabó-Dezső utcában. Ott most a kormányhivatal vizsgálódik, mert a lakók állítása szerint fekete rigók fészkelnek az építési területen. A fekete rigót hazánk 5 leggyakoribb madárfaja közt tartják számon, populációja az 1 millió fészkelő párt is meghaladja az országban, és a kirepültek a fiókáik gond nélkül arrébb költöznek, mert a szakértő szerint az énekes madarak nem költenek kétszer ugyanabba a fészekbe. Ha úgy teszik fel a kérdés, hogy a fekete rigó öngyilkos lesz-e akkor, hogyha ezt a fát kivágják, és ez a pár soha többet nem tud szaporodni, erre nagyon 1000% tudom mondani azt, hogy nem, mert hogy akkor fog találni 12, 24, 36 méterrel arrébb egy megfelelő helyszínt, akár fán, akár bokron, akár az épületen, például egy csatorna hajlatban. Ács Rezső polgármester határozott álláspontja, hogy a projektet az eredeti 2017-ben kiválasztott helyszínen a Szabó-Dezső utcában kell megvalósítani, hogy az uniós és egyéb források ne vesszenek el a késlekedés miatt. A polgármester úgy látja, hogy a politikai ellenfelei nem érdekeltek a szexádi egészségügyi fejlesztések megvalósításában, és mindent meg is tesznek azért, hogy ellehetetlenítsék 4500 ember egészségügyi ellátásának korszerű vététét, csak azért, mert azt a projektet korábban a Fidesz indított el, és ebből is megpróbálnak politikai tőkét kovácsolni egyéb ötleteikkel együtt.